Köszöntök mindenkit, Madridból következik a Real Madrid Róma E-bajnokok ligája 8. döntőjének visszavágója. 3-1-es előnyben a Real Madrid együttese az AS Rómával szemben. A tavalyi E-Európa Liga győztese ellen, ugye a Róma már a Barcelonát a csoportkörben megtréfálta, és ugye az E-Európa Ligába küldte. Most azonban itt a 8. döntőben elég nehéz dolga lesz a másik spanyol gigász ellen, a Real Madrid ellen. De hát a Rómánál már a BL 8-at döntő, meg a tavalyi Európa Liga győzelem is azért szép eredmény volt, de hát van még hátra egy mérkőzés, ahol hát két gólos hátrányban a rómaiak, hogyha ezt le tudják dolgozni, akár büntető párbajra is mehetetik ezt a párharcot, a BL himnusza után jöhet tehát a visszavágó. Úgyhogy tehát Real Madrid Róma E-bajnokok ligája mérkőzés következik innen a 8-at döntők közül. 3-1-re vezet összesítésben a Real Madrid, ugye két gólos győzelmet arattak Rómában. A madridiak, akik először juthatnak be egyébként az E-bajnokok ligája negyed döntőjébe. Erről majd kicsit később. Thibaut Courtois kezd majd Real Madrid kapujában a mai mérkőzésen. Carvajal, Militao, illetve Alaba és Rüdiger lesznek a védők, Kroos, Modric, Tchouameni a középpályán, elő pedig a Vinicius, Benzema, Rodrigo 3-as. Rüdiger számára lehetően igazán érdekes ez a meccs, hiszen ő ugye korábban volt a Róma játékosa. Ami pedig a rómaiakat illeti, Rui Patricio véd majd a kapuban, a védelemben ott lesz majd többek között Ibanez, illetve Mancini, Smalling, Matic, Wijnaldum, Pellegrini a középpályán, a két szélen Spinazzola és Celik, elő pedig az Abraham Dybala duó. Szóval a Real Madrid először jutott az EBL negyed döntőjébe, hiszen eddig kétszer volt ott a 8-ad döntőben. A Bayern München és a Manchester City búcsúztatta akkor a madridiakat. A második szezonban pedig 2022-ben akkor ugye az E-konferencia ligában szerepelt a Real Madrid. Úgyhogy akkor nem volt ott a BL 8-ad döntőjében. Vinicius kap rögtön nagy labdát, és itt az első helyzet. Vinicius teszi középre, de nagyon rosszul. Mancini kirúgja, Rodrigo gyűjtheti be. Lefejelt labda után Alaba. Rodrigo megint. Carvajal. Carvajal hozza befelé, Rodrigo még egyel tovább, de rosszul, Smalling, aztán Matic, Pellegrini, Pellegrini csak hátra, Mancini, Matic. Jó labda Celiknek, és ezzel most kontrázhatnak a rómaiak, Zeki Celik, vissza tudja tenni, Wijnaldum, lövőhelyzet, jó a passza, Pellegrini szépen csinálja, óriási volt a mentés, Vinicius. Jöhet ezzel most a Real Madrid egy kontrával, jó iramban kezdődik minden esetre a visszavágó. A Real Madrid és a Róma előtt is adott lehetőség rögtön itt az elején a gólszerzésre. Vinicius, Mancini ott rajta, Vinicius visszacselez, még egy csel, inkább tovább Alabának, Alaba, elkerítőre Tchouameni, meg is kapja a labdát, Modric, Modric, Carvajal, ott lenne széle, Modric inkább rálövi, jó volt a blokk, Tchouameni aztán, és ez végül így még jó lett Kroosnak, Benzema, szépen teszi le, Tchouameni, Carvajal, Carvajal inkább ível csak, Benzema, lefejeli a labdát Kroosnak. Jön David Alaba segíteni megint. Alaba be is tudja emelni. Nem sikerül essen kapura fejelni, ezúttal Vinicius volt ott középen. Pellegrini. Matic. Hát egyelőre a Róma az első komolyabb Real Madrid rohamokat egészen jól átvészeli. Az első 20 percben lövési kísérletesen volt még a Real Madridnak. Modric. Carvajal. Spinazzola mellett húzza jól. Carvajal 16-oson belül már. És szöglet lesz belőle. Hát amennyiben majd gólt szerezne a Real Madrid, úgy gyakorlatilag eldönteni azért a továbbítás sorsát. Hát nagyon ezen vannak most a spanyolok. Jön a szöglet, megcsúszik, és mindenki előtt elsuhant, így Smalling ki tudja hozni. Dybala. Dybala. Modric szerzi meg, és aztán előre Courtois, vagy hátra Courtoisnak. Courtois. Rüdiger. De nagyon komoly helyzetet egyedül az első 25 percben még nem írhattunk fel. Modric. Annak ellenére, hogy az iramra nem lehet nagyon panasz. Benzema. Benzema, Tchouameni, kapja Benzema, el is lövi messziről, és ott a gól! Megszerzi a vezetést a Real Madrid a semmiből, gyakorlatilag egy távoli lövés, és abból pedig Benzema betalál, 1-0 a 27. percben. Összesítésben pedig már 4-1 Real Madrid javára, nagyon közel az a nagy eddöntő.
Egy távoli kísérlet Benzemától, ez meglepi Rui Patriciót, aki nem tudja védeni, lehet, hogy egy picit benne volt ő is ebben a gólban. De Benzema azok után, hogy Rómában is az első Real gólt szerezte, most itt Madridban is ő az első Real gólt szerző. 1-0-ra vezetett a Real Madrid a Róma ellen, Ibrahim. Wijnaldum, most már 3 gól kéne a Rómától, és erre maradt egy óráig a Bernabeu-ban. Modric, óriási labda Viniciusnak, Vinicius oltolja meg, Vinicius a 16-osan belül már, Vinicius helyzetben, ott a második. 2-0 a Real Madridnak, és azt hiszem most már bebiztosította Vinicius a továbbítást. Hiszen az egész meccsen akkora nyomás alatt tartotta a Róma védelmét a Real Madrid, nagyon benne volt az, hogy előbb-utóbb eljutnak egy nagy helyzetig, és abból a két nagy helyzetből 2 gólt is szereznek. Vinicius lett ugye az utolsót Rómában, és a másodikat szerzi. 2-0 a Real Madrid javára. Pellegrini. És ez így kint van, dobhat majd a Róma. Celik. Dybala. Celiknek. Celik rosszul, Kroos. Vinicius. Vinicius hozza, Benzema. Eladja Benzema. Wijnaldum. Matic. Labdát szerez a Real Madrid. Benzema. Rodrigo. Még mindig ő. Rodrigo tovább. Ott van Benzema. Még egy jellel. Rodrigo lő. Lepattan Benzema. És az nagy labda Viniciusnak. Hosszan tolja meg a brazil. Rui Patricio jött ki jól a kapujából. Hát nem sok hiányzott a 3-0-ához. Ibrahim csúsztat. Rüdiger csak felemeli. Militao bele az emberbe, aztán jön egy fejes, ott Tchouameni, remek labda, Rodrigo mehet el, 16-oson belül, Rodrigo, visszacselez, na mi lesz belőle, Rodrigo, még egy csel, ellövi Rodrigo, Rui Patricio bravúrja. A kis ilyen a meccset is eldöntette Rodrigo, Alaba szöglete, Vinicius, az első fél alapján nem egyenrangú partner a Róma ma a Reálnak, Alaba. Megpattan a beadás Benzema, rá tudta még lőni, Rui Patricio megfogja, itt a fél idő. Real Madrid Róma 2-0, jön a második játékrész. Innen Madridból, a Bernabeu-ból. Hazard váltotta Benzemát, Ceballos pedig Kroost, Valverde érkezett Tchouameni helyett, közben pedig már is helyzet. Rodrigo középre, Rui Patricio véd óriásit, és Smalling aztán, aki el tudja takarítani. Hát Rui Patricio elkapta a fonalat. Zsinórban a harmadik védése volt már. Kettő még az első fél idő végén, ugye Dybala. És érkezett Solbakken a Róma csapatába, úgyhogy az olaszok is cseréltek. De egy blokkolt lövésen kívül nem volt nagyon helyzetük. Wijnaldum viszont 5-1-re vezet összesítésben a Real Madrid. Ezeknek is szóltak azért nagyjából a cserék, miközben Courtois először véd. Solbakken került helyzetbe, hát jó csere volt a norvég. Pellegrini szöglete, Dybala. Jól fordul le, és lövi el Dybala. Courtois megint. Carvajal. És megpróbálja ezeket a lehetőségeket kihasználni kicsit a Róma. Legalább egy szépítő gólt összehozzanak itt Madridban. Ibrahim. Szóval a meccs azért teljesen még nem dőlt el. Pár harc, igen. Pellegrini. Ellövi. Courtois megint. El Sharawi. Ő még begyűjti. El Sharawi rosszul. Alaba. De hát Courtoisnak most egymás után kellett háromszor védenie. Róma eddig legjobb periódusa ez a mérkőzésen. De talán az egész párharcban is. Rüdiger. Matic. Ibrahim. Hozza a labdát, Ibrahim teszi le, jön Pellegrini. Még mindig nála, Pellegrini. Cselezget, Pellegrini. Most teszi le, Wijnaldum. Nem ijeszkez, Wijnaldum, Dybala. Még egyel tovább Pellegrini. Senki nem tudta ott rálőni az olaszok közül. Pellegrini, Rüdiger rajta, kicselezi őt. El Sharawi lő, hát Courtois. Szöglet lesz majd a Rómának. Hát ahhoz képest, hogy majdnem Real góllal indult a fél idő, most a Róma kezd el dominálni a meccsen. Valverde kapta a sárgát, Pellegrini pedig elvégezte a szögletet. Dybala tolja befelé, és a beadás után Smalling fejelhet, Courtois véd, és a kipattanóra már nem ér oda Smalling. Courtois nagy pillanatai most. Gyakorlatilag negyed órán belül 5-ször kellett védenie a meccsen most. Vinicius előtte meg egyszer sem ezen a találkozón. Mancinire megbecsúszása, Hazardot tudta szerelni. Dybala messziről, Courtois. Rüdiger. Valverde. Hazard.
Rodrigo. Valverde. Hazard. Egyedül még Hazard. És jó, aztán Pellegrini becsúszása. Militao. Valverde. Valverde vissza. Ceballos. Hazard. Hazard messziről. Rui Patricio véd. Smalling. Dybala. Ücselezi emberét Dybala, és ezzel most megindult megint a Róma. Dybala. Még egy jó csel. Dybala. Solbakken remek ütemben kapja a labdát, és az nagy helyzet. Solbakken középre rosszul. Rüdiger tudta a labdát valahogy ott lefülelni. Modric. Rodrigo. Hazard. Valverde. Hazard. És jön ott a másik oldalon Carvajal, ő meg viszont visszaemeli Valverdének. Modric. Modric leteszi, Hazard jön meg helyzetben, ott a harmadik. 3-0-ra vezet a Real Madrid a 83. percben. Hazard is be tudott köszönni a Róma ellen, és csereként beállva gólt Hazard a Bajnokok Ligája 8-a döntőjében. 3-0. Itt kapja meg Modrictól, és aztán remek a lövése. Real Madrid-Róma 3-0. Összesítésben pedig 6-1-re vezet a Real Madrid. Carvajal, Modric. Hát ezt a visszavágót simán hoztanak a spanyolok, és várhatják majd, hogy ki lesz az ellenfelük az Bajnokok Ligája negyed döntőjében. A Róma nagy menetelése pedig véget ért. Rodrigo újabb helyzet közben, Rui Patricio véd, és Vinicius nem tudja berúgni a negyediket. Smalling. Valverde. Alaba. Ceballos. Vinicius. Alaba. Visszateszi Valverdének. Egy perc lesz majd a hosszabbítás. Valverde lepattan a labda. Van még Modric, és itt a vége a mérkőzésnek.